Yeah.
Palóc Magyari, szeretettel köszöntök mindenkit itt Badényi Jós Ferenc szobrának az előterében. Kedves háziasszonyunk, a Csemadok Losonci Alapszervezet elnökének a birtokán, Hanni Durai Éva birtokán. Vendégeket, közreműködőket, tisztelőket egyformán. Nagyon röviden, mert szűkös az időnk már, ami az égieket is illeti, csak azért pár szóval mégis illenék valamit mondani magáról, a professzor úr életéről is. Ezért mondom azt, hogy a sumerológus és őstörténész, a magyar őstörténeti kutatás egyik legnagyobb alakja, még akkor is, ha ezt nem mindenki ismeri, és akik ismerik, nem ismerik el. 1909-ben itt a szomszédban, Losonc mellett Gácson született. Holnap lesz születésének az évfordulója, a 104. immár. A tanulmányait Balassagyarmaton végezte, illetve a Ludovika Akadémián Budapesten. Repülős kiképzést kapott, és a magyar királyi hadseregben szolgált 1940-ig. Ekkor a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta tanulmányait, és 1945-ben az ismert okok miatt ugye nyugatra kényszerült családjával együtt. Rómában tanult ékiratos nyelvészetet, illetve művelődéstörténetet az Institutum Pontificum Biblicum elnevezésű Biblia Kutató Intézetben, ahol Anton Deimel professzor, sumerológus professzornak volt a tanítványa. Itt szerezte képesítését, itt hatták jóvá, kidolgozott tananyagát egy sumerológia tanszék létesítéséről is, amelyet aztán 1966-ban a Buenos Aires-i Jezsuita Egyetem rektora bízta meg, és ennek az intézetnek ő volt a vezetője. A Nemzetközi Orientalista Kongresszus tagja volt, amelynek 1967-es kongresszusán az esztergomi királyi kápolna oroszlános díszítésének sumér és babiloni eredetét igazolta. Akik már voltunk Esztergomban, nem biztos, hogy láttuk ezt az oroszlános képet, mert nagyon sokáig takarták, vették, és örültünk neki, hogy a 12-ből legalább egy megmaradt, és ez sem mindig nyilvános. Az 1971-es kongresszuson pedig a sumér tudomány és műveltség utolsó megőrzői a Pártusz nép magyar vonatkozásait vizsgálta. Elméletével, miszerint a magyar nép nyelve, hite és írása kultúrája alapján a sumérokkal rokon, több kutató is elismerte. Következtetésének egyik legfontosabb alapja a tatarlaki korong néven ismert, amely a Krisztus előtti 5200-ból való, tehát mai időszámításunk szerint most már több mint 7000 éves. Ilyen rajta levő írás jóval korábbi, mint a legrégibb sumér írás, így a hasonlóságot mutat vele. Badényi azt vallotta, és ez bizonyította életműve is, hogy Krisztus előtt 4000 körül a Kárpát-medence népeinek egy része települt át Mezopotámiába, a vízözön által elpusztított népek pótlására, és magukkal vitték kultúrájukat természetesen, hitüket, hiedelmüket is. Badényi Jós Ferenc állítja, hogy igazi őshazánk a Kárpát-medence, az itt lakó őshonos nép az évezredek során többször ötvöződött az ideérkező, illetve ide visszatérő keleti népekkel, amelyek között természetesen az innen kisárjat népeink is előfordultak, megvoltak. Egyik nagy tétele az, hogy Szűz Mária származását is kutatta, és következtetése szerint Jézus anyja Pártus királyi család sarja volt. Miután Magyarországra költözött a múlt század utolsó éveiben, 1997-ben Nagy Lajos király magánegyetemen megalapította az ókori, a közel-keleti és a sumerológiai tanszéket, ez Miskolcon van. 2007. márciusában, 98 évesen tért vissza teremtőjéhez, de utolsó napjáig dolgozott, előadásokat tartott, kutatott, könyveket írt, így jókora életművet hagyott maga után. Nekem nagy büszkeségem az is, hogy mondjam így a végén, hogy a Palóc Társaság által rendezett örökség népfőiskolai tábor két nyarán is megjelent Feri bácsi
és megtisztelte az előadó, illetve a hallgatóknak a jelenlétét, és az egyik ilyen előadása megörökített a DVD kazettán is. Hát ennyit röviden, és most kérem szépen Szabó Juditot, aki élete utolsó pillanatáig. Köszönöm szépen. Tisztelt jelenlévők, szeretnék először is köszönetet mondani Évának és Aladárnak, apuka emlékének szeretettel és rendíthetetlen hittel való ápolásáért. Évának külön köszönöm, hogy a kertjében méltó helyet biztosított a szobornak. Apuka életútja sok göröngyel volt tarkítva. Nehéz és fáradtságos életút jutott neki osztályrészül, de ő csak ment előre a számára kijelölt úton. Nem tudom, mennyire tudják, hogy Hévízen épített egy szállodát, amit hadnagyszállás néven üzemeltetett. Ezt a szívének, hogy kedves helyet kellett elhagyni a családjával együtt, az ismert körülmények miatt. Amikor sok-sok év után visszatért, és a házat árván elhagyatva találta, írt egy verset. Én ráemlékezve ezt szeretném most önökkel megosztani. Szarkaláb, kisvirág, nagy titkok rejtője, fiatalságomnak csendes temetője. Ott nyílsz a legszebben, hol a házat raktam. Aztán nagy vihar jött, messzire szakadtam. El az öreg háztól, el a szarkalábtól, gyönyörű világnak boldog mosolyától. Szarkaláb, kisvirág, rád már csak gondolni merek, mert az öreg házam táján rád taposnak az emberek. És még azt szeretném elmondani önöknek, hogy ez a szálloda, ez ma is működik Hévízen, most már Kis Helikon néven a Kossuth Lajos utcában. Arra szeretném kérni önöket, ha arra járnak, ne felejtjenek el egy percre bemenni, ugyanis egy emlékszoba őrzi ott örök emlékét. És még azt szeretném mondani, hogy szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki eljött és együtt emlékezett velünk, az oly sokunk számára az egyik legnagyobb magyarra. Köszönöm szépen!
Mert álljak, hogy nem vagyok. Imádkozunk együtt. Imádkozunk együtt, hogy oltalmazunk. Minden titok dicső nagyasszonya, vigyázó két szemhez óvjon minket, nagyatyám fényében. Amen.